Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetéből a 27. versen kezdődő szakaszt olvasom fel. Istennek szava, igéje így hangzik. Miért mondod ezt, Jákób? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod? Vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Az év első napjaiban sokszor mondjuk, halljuk, fogadjuk is, hogy bujék, boldog új évet kívánok. Valaki ezt a négybetűs mozaik szót így fordította át, változtatta meg, bízd újra életed Krisztusra. A bizalom kérdéséről szól a most olvasott igénk is, és hadd legyen ez ennek a mottónak megfelelően előttünk, bízd, újra bízd életedet Krisztusra. Istennek igéje, Isten maga számol azzal, hogy a lelkünk, az életünk elcsüggedni képes. Hogy a nagy elhatározások napi átváltása nem szükségszerűen valósul meg. Hogy a jó szándékú elindulásokat követően az ellenhatások bizony nehezünkre, kárunkra, ellankadásunkra lehetnek. És számol azzal is a Biblia, hogy vannak mellettünk olyanok, akiket etalonnak, mintának gondolunk. Az alapigény az ifjakról, a legkiválóbbakról beszél, akik ellankadnak mellettünk, akik megbotlanak, elesnek, és ilyenkor tesszük azt a kérdést fel, hogy ha ők így jártak, akkor én sokkal inkább nem így járok majd. Jó példák, reményteljes emberek visszaesése mellett, a magam lelkének az elcsüggedésre való készsége mellett, hogyan élhetem meg mindazt jól, amit Isten ajándékoz nekem életem idejéből? A válasz itt van előttünk, a bizalom. A bizalom kérdése akkor is, amikor bizalomválság van, mert csalódtunk már emberekben, helyzetekben, ígéretekben. Olyan jó lenne eljutni oda, amit a levegőbe feldobott kisgyerek mosolygó arcáról olvashatunk le, akinek nem kérdéses, nem kétséges az, hogy az, aki őt feldobta a levegőbe, biztos kézzel elkapni is fogja, mert bízik édesapjában. Bízunk hát mi is, hogy sorsunk és ügyünk Isten előtt van, egész életsorsom és benne a konkrét ügyeim, bízhatok benne. Ő örökkévaló Isten, a földkerekség teremtője, nem fárad el, nem lankad el, az értelmét én nem tudom kifürkészni, minden értelem felett áll az ő értelme. Erőt ad minden megfáradtnak, a benne bízok erejét pedig megújítja. Nem én diktálok neki, én nem követelhetek tőle, nem erőltethetek tőle semmit, de egyet tehetek, hatalmát, jóságát, értelmét, irgalmát felismerhetem, elismerhetem, fogadhatom tőle mindezt, és bízhatok benne. Bízd újra életedet Krisztusra. Legyen így. Amen.